Tavaly a koronavírus miatt elmaradt, de idén már megrendezik a Parázsvarázs elnevezésű népszerű programot. Augusztus 20-án találkozhatunk Dóci Zsuzsa, gymstick és fitness instruktorral is, aki szabadtéri edzést tart majd az érdeklődőknek. Az edző kérdésünkre elmondta, kiemelten fontos a sport és az egészségünk megőrzése a mindennapokban. Továbbá kiemelte, az Edza Szabadban elnevezésű megmozdulásnak köszönhetően több sportágat is népszerűsítenek majd az edzők a rendezvényen. A Parázsvarázs az egy városi rendezvénynek lesz a része. Ugye most már több mint egy éve tart ez a járványhelyzet, és ezért nagyon sok rendezvény elmaradt már a tavalyi évben is, illetve idén se sikerült megrendezni a Parázsvarást, ami ugye május utolsó hétvégén szokott lenni. De úgy néz ki, hogy talán az augusztus 20-i rendezvényeket sikerül megtartani, és így be fogjuk azt is pótolni, ami elmaradt. Tehát augusztus 20-án nagyon sok rendezvény lesz gyakorlatilag egybe gyúrva. Lesz maga az augusztus 20-i nagy rendezvény, kenyérszegéssel és mindennel, ami ilyenkor szokott lenni. Ezen kívül a Parázsvarázs is megrendezésre kerül. Ez a Szabadban nevű program is ezen a rendezvényen kerül majd egy külön területen megrendezésre, ami igazából, hát ez egy nagyobb projekt, ez egy országos rendezvény, illetve három megyét érintő rendezvény, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye vesz részt ebbe a programba. Ez 2018 óta fut már, ahol hátrányos helyzetű településekre látogatunk el több edzőtársammal, és népszerűsítjük a különböző sportágakat, illetve magát a mozgásnak a szeretetét. Dunajvárosba is ez alkalommal így ellátogat ez az Edza Szabadban nevű projekt, ami igazából nagyon sok sportágat fog magába foglalni. Megismerkedhetnek többek között az odalátogatók, elsősorban nyilván én a gymsticket említem, amit ugye majd a csapatommal együtt fogunk népszerűsíteni, de ezen kívül lesz még jóga, lesz nordic walking, lesz vízen végezhető különböző sportágak. Balatoni településekre szoktuk vinni a szápokat, ugye ez a szápbord, ami ugye szerintem már egyre többen ismerik, egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ugye, hogy vízen tudunk egy deszkán állva evezni, és ez is egy nagyon jó sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőség. Ezen kívül nagyon sok sportág lesz. Igazából én azt mondom erre a rendezvényre, hogy ez egy ilyen mini sportág választó, ami szintén egy olyan rendezvény, ami minden évben megrendezésre került, most már nagyon hosszú ideje Dunajvárosban is, és sajnos a járványhelyzet miatt is, illetve már az előtte való években is sajnos ez a rendezvény elmaradt. Különböző okok miatt, hol az úszodát újították fel, hol valamilyen engedélyek nem érkeztek meg, és ezért maradt el, úgyhogy most gyakorlatilag az Edza Szabadban ezt fogja helyettesíteni Dunajvárosban, és nagyon sok sportággal fognak megismerkedni kicsik és nagyok. Reméljük, hogy minél többen kedvet kapnak, akár csak egy-egy sportágra, amit még mondjuk nem ismertek, és most fognak velük először találkozni, vagy akár magával a mozgással, hogy látják, hogy akik mozognak, sportolnak, milyen pozitív beállítottságú, milyen vidám emberek, mert egyébként tényleg ez van, és sokan szeretnek egy-egy csapathoz tartozni, és a csapathoz tartozásnak az érzése, az egy életminőségjavulást is hoz egyébként magával, úgyhogy igazából ezt az érzés szeretnék mi átadni, nem is feltétlenül az, hogy egy-egy sportág az mit akar, vagy mit tud, és milyen élettani előnyei vannak, természetesen ezt is, de inkább magát a feelinget, az érzést próbáljuk átadni, hogy bizony érdemes elkezdeni sportolni bármilyen életkorban. Úgy fog működni egyébként ez most, hogy körülbelül 10 sportág lesz szerintem, úgy emlékszem, amit ki lehet majd próbálni, és a résztvevők fognak kapni egy ilyen gyűjtőfüzetet, amin gyűjthetik ezeket a pecséteket, amit az edzők fognak majd nekik bepecsételni. Tehát, hogyha valaki kipróbál egy sportágat, teljesíti azokat a gyakorlatokat, feltételeket, amit az edző majd mond neki, akkor ő kap egy pecsétet. Hogyha ezt a kis füzetet ezt szorgalmasan gyűjtik, illetve a pecséteket szorgalmasan gyűjtik, már 5 pecsét után részt lehet venni egy sorsoláson, ahol majd értékes nyereményeket lehet nyerni. Természetesen sportszereket fogunk majd kisorsolni, és én úgy gondolom, hogy akár ez is egy jó motiváció lehet, hogy minél többet, legalább 5 sportágat próbáljunk ki, de igazából mellett közben úgyis meg szokott jönni azért a kedv, és mindent ki szoktak próbálni a résztvevők, úgyhogy abszolút erre lesz lehetőség, nagyon jó kis programokkal készülünk, akár ilyen pici mini csoportos edzések, zenére végezhető gyakorlatok, akár hogyha valakinek egyéni kérdése van, akár ilyen személyi edzői jelleggel, hogy melyik izomcsoportot hogy tudja edzeni, hogy tud mondjuk eredményesen fogyni, vagy akár táplálkozási tanácsokat is tudunk adni, hiszen tényleg nagyon sokrétű edzőgárdával készülünk, akik én úgy gondolom, hogy nagyon felkészültek szakmailag, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek fognak tudni segíteni majd a felmerülő kérdéseket meg tudják válaszolni. Az Edza Szabadban program is már 2 évvel ezelőtt
hiszem akkor debütált 2 évvel ezelőtt, akkor egy kenu, kajak-kenu, talán Európa-bajnokságnak volt a része, illetve akkor, amikor ezt rendezték a Dunaparton, akkor költöztünk le mi is, és népszerűsítettük ezeket a sportokat. Akkor 2 teljes napon keresztül tartott a rendezvény, és ugye aminek ez igazából most az utódja, ez a nagy sportág választó, ez viszont nagyon hosszú évek óta már Dunajvárosban megrendezésre szokott kerülni. Az utolsó 2-3 év volt az, amikor sajnos akkor nélkülöznünk kellett ezt a rendezvényt, de előtte tényleg szerintem talán több mint egy évtizede ez egy rendszeres program volt a város életében. A legfrissebb kormányzati intézkedések értelmében az augusztus 20-ai esemény védettségi igazolvány nélkül is látogatható.